Üdvözlök mindenkit, nekrokrém vagyok! Um, van egy csomó Modern Warfare gameplay és um, nem, nem tudok velük mit csinálni, hanem olyan jobb gameplay -ek, És egyre több gyűlik. Úgyhogy ha van valami tippetek, hogy miről beszéljek, ha érdekel ez a játék, akkor írjátok meg, és igyekszek róla csinálni a videót. De ebben a videóban egy kérdést szeretnék nektek föltenni. És ez pedig az lenne, hogy ha legális egy cheat, nem hív, akkor nem cheat, mert legális, Használná e Ugyanis én, én a napokban felfigyeltem valamire, szóval azért természetesen, aki multiplayer játékokkal játszik, főleg súterekkel, az időről időre belefut cheaterekben, cheaterekben, és uh, én, én speciál régen, úgy tanultam meg, hogy hogy néz ki egy csit, és hogy mik a jellemzői, hogy annó, amikor volt egy Code4 szerverünk, ugye akkoriban még versenyszerűen tehát csinált, vettünk egy Code4 szervert, és le akartuk tesztelni a Punkbuster-t, hogy működik-e, kik kell-e frissít, -e, stb. Úgyhogy letöltöttünk egy ilyen sima, egyszerű vha botot a Code4-hez, és a kipróbáltuk a szerverünkön természetesen a Punkbuster nem működött úgyhogy mindegy, hosszú de a VH és az én együtt nagyon sok mindenre megtanított, hogy őszinte legyek egy, egy darabig használtam, úgy értem, hogy egy hétig, kettőig használtam, amíg be tudtuk lőni a Punkbuster-t arra, hogy, hogy hogy működjön rendesen és de ezen két hét alatt, amíg használtam, azon két hét alatt megtanultam a Kod 4 nek a spawn rendszerét. Igazából, hogy ahogy spawnoltak, így, így feltűntek jobban, így feltűnt a pálya a forgalom, merre mozognak, hogy és hol, merre találhatóak a, a, tipikus útvonalak. Aztán végül természetesen megcsináltuk a Punkbustert, és hagytam az egész véházást, de az biztos, hogy egy illetre való leckét adott abban, hogy hogyan spawnoltatja le Kod 4 a játék az embereket, mikor fordul a spawn, hogy fordul a spawn, és a többi. Továbbá, mivel hogy ugye az én botot láttam működés közben, nagyon brutál volt a régi én botok nagyon brutálok voltak, nagyon nyersek, hogy így mondjam, hogy láttam a működés közben, és láttam a VH-t működés közben, így nagyon könnyű volt felismerni kilkamban azt, hogy ki így aztán sikeres adminok voltunk uh, a szerverükön, amikor olyan uh, vh vagy csalóval találkoztunk, itt a Punkbuster sem tudott uh, megfogni, és, és jellemzője az, az is volt, hogy a, ugye a, a csapatom, akivel játszottam általánosan mondva, nagyon jó játékosok voltak, és amikor valamelyikünk uh, az egy adott körön belül nagyon rosszul teljesített, az, az feltűnő volt mindenkinek. És ugye nekem is, hogyha rosszul teljesítettem, mint amit megszoktam magamtól általában, akkor elkezdtem nézegetni kilkamokat. És a kilkamokból nagyon gyorsan kiderült, hogy kik csalnak. Ugye az emberek itt-ott még észrevettek valamit, beíragatták a csedbe, és elkezdtem nézegetni kilkamokat, mert hogy nekem is feltűnt, hogy nem úgy teljesítek, ahogy ez tőlem megszokott, és az probléma. Na, és így találtuk meg a csalókat, és a többi. Ez, ez volt a, az én történetem. Aztán most a napokban így, ugye ahogy játszom a Modern warfare és vannak, vannak nagyon rossz köreim, és így nézem, hogy mi a jó Isten nyila, jó azon kívül, a problémákon kívül, és, hogy is mondjam, felmerülő ilyen titkos problémákon kívül, amiről csináltam és előzekben videót, hogy mit csinál a játék a kezdőkkel, hogy nőr fel a játékosokat, de ezek nem bizonyítottak, csak állítólagos belső infók, ugye? Hogy mit csinálják, feltűnik, feltűnik dolgok, feltűnnek olyan dolgok, amelyek akkor tűntek fel, amikor valaki csalt abban az adott körben. Viszont hiába kezdek el nézni kilkamokat, nagyon nehezen észreveszek nyomokat, minthogyha csalna az illető, mind hogyha véháza, mind hogyha én botja lenne, de még, még sincsen, nagyon nehezen lehet meghatározni. Gondolom az elmúlt tizen évben kurvasokat fejlődtek a különböző cheat programok, nagyon nem vagyok már bennük otthon, és lehet, hogy már észre se fogom tudni venni. Viszont a napokban megismertem egy nekem ez most esetleg, hogy létezik. Jó, szóval ne nézzetek hülyének megismerkedtem ezzel a Kronus Max nevezetű e szerkezettel, ugyanis ez egy szerkezet. És mondhatni úgy, hogy ez egy legális csalás, és mindig is nem, nem mondom azt, hogy csalál, ez egy szerkezet, jó? Mert egy, egy, egy hogy is mondjam, egy ilyen egymással ellentmondó dolgot fogok mondani a következő szavaimban. Szóval ez egy, ez egy szerkezet, eredetileg arra fejlesztve, hogy az Xbox kontrollert használhass PS4-en is, és fordítva, mert hogy hát igen, tény, ami tény, az igaz, az kontrollek jobbak, mint a PS4-esek, legalábbis szerintem kényelmesebbek vala jobb ergonomikus, a bla, blablabla, bla, mindegy. És, de ugyanezen szerkezetbe ebbe a Kronus max aminek most készül az update verziója a Kronus Zen, ugyanebbe ez, ebbe, bele van építve Aim assist, de olyan Aim assist, hogy az már brutális. Szóval, tudom, hogy sokszor a pro-playerek azt írják, és engem is idegesít, hogyha az egeremben van egy makró vagy valami, ezért én tisztán nem használok makrókat, mert érzem, hogy kiveszi az egér a kezemből az irányítást, és azt nem szeretem. És tudom, sok pro-player ezt mondja, hogyha az én a citron de ez a szerkezet, ahogy néztem a videókból, másképp nem tudom, ahogy néztem a videókból, Egyszerűen olyan könnyedé teszi a célzást, tehát neked csak az a dolgot, hogy klik, zoom, a több is lő, ugye? és lőj, ugye, és a többit intézi ez a szerkezet. Némi input van természetesen, mert ugye az egered, vagy a kontrolleled, és a konzolod, és a géped, és a többi között van némi ugye, csúszás, mert egy szerkezettel megy át az öt, de nem annyira zavaró, szóval gondolom meg lehet szokni, mert emberek nagyon boldogok ezzel, és, és olyan könnyedévé teszi a CSS, hogy egyszerűen hihetetlen. Amióta megláttam, hogy létezik egy ilyen szerkezet, azóta már paranoiás vagyok, és már így nézem a kilkamot, hogy miért céloznak egyesek olyan könnyedén, és, és megeshet, hogy ez a szerkezet áll a hátterében. Érdemes rákeresni, Kronos Max, Modern Warfare gameplay, vagy Black Ops 3 gameplay, bármilyen, bármilyen, bármilyen ilyen, ilyen, ilyen kód, vagy akármilyen gameplayre Való, na most ezt a szerkezetet ugye semmi nem fogja kiszűrni, és azért van, hogy segítsen neked a játékban. Mondhatni úgy, hogy legális csalás e. E, e. e. Így, hogy e. Mert hogy? Uh, nekem tényleg van egy olyan érzésem, hogy ezt egyre többen használják. Én értem, hogy már úgy elidvisem, meg már kopika a reflex, meg a skill, meg lustábacska is vagyok, de az itt reprezentáló gameplay azt hiszem mutatja, hogy még teljesen nem jöttem ki a formából végül is, és még képes vagyok lehozni valamiféle játékot, hogyha arra kerül a sor, és van ettől durvább is. Eh, amit itt csinálok. Szóval eh, a Shipment az egy olyan pálya, ahol ahol az ösztön és reflexre hagyatkozhatsz többet, főleg, miután kiismered egy kicsit a spawn rendszert, akkor ugye talán esetleg van némi esélyed egy taktikázásra. Na mindegy, és így nézegetem a kilkamot, és egyes kilkamok iszonyatosan furcsák, hogy olyan könnyed, egyensúlyjal céloz az illető a fejem, melkasom környékére, és tökéletes pontosággal talál minden golyója. Ugyanis például ez a Kronoszmak szerkezet, az elveszi a és egyenesen odalősz, minden golyó egy pontba megy, és ezt is meg tudja oldani neked egyszerűen elképesztő. A kérdésem a következő, öm, te használnád -e? te, én, én most vettem egy konzolt, most vettem egy PS4-et, és hihetetlenül noob vagyok. PS4 ben, hogyha súterekre kerül a sor. Igen, van némi aim assist, de ugye az alap aim assist az annyit nem segít, mint amennyire valójában nekem szükségem lenne. És hogyha, tegyük fel, ha én PS4-en használnék egy ilyen szerkezetet, nem érezném úgy, hogy csalás, hanem inkább felzárkózásnak érezném, hogy felzárkózom az eleve arra a szintre, amit mondjuk PC-n tudok. Lehet, hogy tudna nekem annyit segíteni a célzással, hogy felzárkózok arra a szintre, amit PC-n képes vagyok elérni. Viszont, ha PC-n használnám, ugye, ahol eddig világéletemben játszok, akkor ez lehet, hogy már csalásnak számítana, és itt a kérdés, hogy csalásnak számítana. Hogyha tegyük fel, már öregedő gamer vagyok, itt a shooterekben nekem már nincsen helyem. Mi lenne, hogy hogyha használnék egy ilyen szerkezetet, csak hoz a, fiatal, a feltörekvő fiatal generáció elleni esélyemet. Ez az én nézőpontom afelé, hogy egy ilyen szerkezethez esetleg hozzá nyúljak. A kérdés, a következő kérdés rajtatok áll, hogy szerintetek érdemese csalásnak számít-e egy ilyen szerkezet, is a populáció hány százaléka használja, mert utána néztem, kifogytak, Nem tudom, mennyit gyártottak le ebből a Kronus Maxból, mert most jön a következő generáció. Nem tudom, mennyit gyártottak le ebből, de kifogytak belőlük. Annyian rendelték, és akkor. a beszéltem néhány emberes, mondom, hogy is srácok hallottatok már erről a Kronus Max 10 Jó, persze, a Divisionben rengetegen használják. Volt? És ja, ja, hogy azért nem tudok célozni division és azért tud mindenki engem lelőni, mert például a Division az egy olyan játék, a Division 2-vel, például olyan, hogy geci nehéz célozni, külső kamera nézet, ugye, és össze-vissza lehet benne futni, jobbra-balra, nagyon gyorsan lehet benne futni, és nagyon nehéz emiatt eltalálni az ellenfeledet, és, és akkor így végig gondoltam magam, lehet, hogy nem is a Division 2-ben való buildjeim a rosszak, hanem e, igazából csak annyi, ha nem találom el, azzal ugye veszítek az esélyből, hogy lelőjem az ellenfél, és az ellenfél, a drrrr, és le is vagyok darálva. Hát, ja, ez, ez lenne a, a, kérdés. Csalás vagy nem csalás? A mostani 2020-as, bocsánat, évben, ebben a száz ebben a gamer generációban, ebben a gamer generációban csalásnak számít-e? A, a következő kérdés, te vettél-e magadnak egy ilyet? Csak úgy kíváncsiságból, hogy ki, ki használja ezt a szerkezetet? Ki, ki, hányan vagytok odakint, akik használják ezt a szerkezetet? Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem eljutottatok a végére. Hashtag macskabugyi, aki eljutott a végére, kérlek válaszoljatok a kérdéseimre. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!